A mobil szolgáltatás valószínűség szerint először az egészségügybe indult, ahol is szűrővizsgálatok végzésére alkalmas buszok jártak a falvakban. Aztán nem is olyan régen áldottunk meg egy másik ilyen mozgó hivatalt, ahol is az államigazgatás vállalkozott arra, hogy a polgárokat helyben keresse fel és segítsen nekik. Most pedig ugye a kultúra jeles képviselője, a könyvtár szolgáltatás vállalkozik arra, nem most kezdte ezt, de az, hogy most teljes modern eszközökkel felszerelve, hogy fölkeresse a vidéken élő embereket és segítse az ő művelődésüket. Nyilván, amikor nagy dologban vágunk, rendszerint kérjük az Istennek az áldását. Van egy ilyen szép mondás, hogy emberi a munka, Istené az áldás. Nekünk emberi erőnk szerint mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy haladjunk a korral, hogy alkalmazzuk az új lehetőségeket. Örvendező lélekkel vagyunk itt mindannyian, azért, hogy ezt a nagy vállalkozást elindítsuk, hogy a jobb sorsa érdemes, főleg talán észak-borsodi tájakon, és megjelenik a kultúrának egy kis szelete, darabja, egy kis fény ragyogjon föl, és az emberek gazdagodjanak az itteni lehetőségek által. Mindenható Istenünk, kérünk téged, hogy te, aki az embert a saját képmásodra teremtetted, és így módon azt akarod, hogy a te bölcsességednek, tudásodnak is részese legyen, áld meg ezt a könyvtárbuszt, hogy az emberek javát, kulturális felemelkedését, emberi gazdagodását szolgálja. Szerezzen sok örömet az embereknek, és nyújtson sok segítséget azoknak a munkatársaknak, akik ezt a nagyon szép szolgálatot végzik. Áldja meg ezt a könyvtárbuszt a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen.